Sziasztok, Halász Károly vagyok, és segítőmmel, Havasi Gergővel, kajakossal kezdjük az első gyakorlatot. Egy egyszerű közelharc technika, ami a természetes mozgásra épül. Kicsit gyalogoljunk keresztbe, gyere ide mellé. Egyszerű mozgás, ugye, hogy gyalogol az ember, emeli a térdét, semmi különös nincsen benne. Annyi van, hogy például amikor át akarok lépni valamin, azzal a mozgással megemelem a térdem, kicsit lefeszítem a lábfejemet, és a tartóizmomat használva, rugok előre. Na most a kezem az fönnben, védem a fejemet, egyik lábadat tedd előre, akkor most a ballal fogunk rugni, jön előre a bal térd, megpróbálod átrugni a mancsot, igen, igen, lábcsere, másik oldalról is, fönn a kéz, igen, átrugod, és átrugod. Nagyon jó. Tehát a hizageri az egy természetes mozgásra épülő technika, ezt mindenki meg tudja csinálni, hiszen a térdét mindenki föl tudja emelni. Jó. A lábváltásból a hizageri, ahol előlévő lábbal dolgozunk, fönn a kezünk, egy rövid switch után rugunk a bal térdünkkel. Egy rövid switch, és rugok a bal térdem, és teszem le előre. Fönn a kéz, switch, rugás, és leteszem előre. Ez az. Maradj itt. Még egyet csinálunk. Switch, rugás, leteszem előre. Arra kell figyelni, hogy a rugás után mindig olyan pozícióba kerüljek, hogy esetleg tudjak utána dolgozni valamilyen technikával. Jó? És a következő még mindig a hizageri, a felugrásból. Amikor a hátul lévő lábban lendítek, és az előlévővel rugok. Fönn a kezem, jobb láb lendít, és bal láb rug. Igen. Még kettő. Lendít, rúg, és még egyet, lendít, rúg. Igen. Na most ezek a hizagerinek, a úgynevezett közelharc technikának, ezek az alapjai. Köszönöm szépen, folytatjuk a következő epizódban majd egy ütéssel. Sziasztok!